Sziasztok, Cibor Szilvia vagyok, és azért készítem ezt a videót, hogy egy pár szót meséljek arról, hogy honnan jött a közös blognak az ötlete, de mielőtt elmondanám, lehet, hogy vagytok páran, akik csak véletlenül kerültetek ide a videóra, vagy találtátok meg ezt a videót, esetleg a blogolással kapcsolatban kerestetek valamit, hogy gyorsan szeretnék egy pár szót mondani arról, hogy mi is ez a közös blog tulajdonképpen. Megosztom a képernyőmet, és megmutatom a blogot, amiről szó van. Ugye nagyon sokan javasolják azt, hogy bloggal értékesítsünk az interneten, főleg akik nem túl profik az értékesítésbe, vagy az internet marketingbe, vagy blogolással érdemes. És erre találtam ki a közös blogot, amit én szerkeztek főleg, vagyis hát van egy olyan része, amit én szerkeztek, ez az én szerkesztő felületem. És mindenkinek a blogján, aki partnerem ezen a közös blogon, azok a bejegyzések, amiket én írok, azok megjelennek. Itt, hogyha végignézzük itt a Rózsának a blogja, megnézzük valamelyik bejegyzést, mondjuk az utolsót, a Csoki Köztársaságot építünk, itt van egy blogbejegyzés, irány a webáruház, itt a Rózsának a filzenes oldalára 32.425 van a linkbe, .filzen.com, ez a Rózsának a saját egyedi filzenes azonosítója, viszont maga az oldal, az ugyanaz az oldal, mint bárki, csak a Rózsának a neve, fényképe szerepel, kapcsolatnál a Rózsának a e-mail címe, telefonszáma, Skype neve. Ha megnézzünk egy másik oldalt, menjünk sorba, itt van például a Judit, ugye itt a Juditnak a képét látjuk, Judit nevével a kapcsolatnál a Juditnak a adataival, viszont maga az oldal, a bejegyzések, az szinte ugyanaz, vagyis amiket én írtam, az ugyanúgy jelenik meg a Juditnak az oldalán, csak itt, hogyha belemegyünk ugyanabba a bejegyzésbe, akkor a webáruháznál az egészséges élet.fusion.com-ra fog elvinni, ugye az előbb egy 5 jegyű szám volt itt, ez a Juditnak a fusion-es oldala, vagy ha valaki szeretné például a videót kérni, ami a közös blogról szól, akkor mindenkinél a saját hírlevél listájára fog feliratkozni a látogató. De ezt az oldalt tesz, hogyha valaki saját maga szeretné szerkeszteni is, akkor például itt van az Évi, aki saját maga is ír bejegyzéseket, az ő oldalán is megjelenik az, amiket én írok, az mindenkinek egyformán, viszont itt az Évi saját magának is csinál bejegyzéseket, és erről az oldalról, az Éviéről, az Évinek a filzenes oldalára fog eljutni a látogató, illetve ő hozzá fognak feliratkozni. Miért fontos a blog, arról már sokat beszéltünk, meg aki foglalkozik az internetes értékesítéssel, vagy valamilyen szinten már utána nézett annak, hogy hogyan lehetne eredményesen, az tudja, hogy a szakemberek, a profik, akik oktatják az internetes értékesítést, azok mind-mind azt javasolják, hogy aki nem akar sok pénzt költeni az internetes értékesítésre, vagy nincs túl nagy marketing ismerete, az blogoljon. Blogon keresztül napi szinten tudunk kommunikálni az embereknek, és én ezt meg is fogadtam, és el is kezdtem így értékesíteni, és el is kezdtek jönni az eredmények, hogyha azt nézzük, akkor a Filzennél például tavaly szeptemberben kezdődött egy olyan program, ahol az egyéni teljesítmény alapján az első 5 helyezettet díjazzák, és szeptember óta májusig, bezárólag a 9 hónap alatt 7-szer voltam benne az első 5-be, és ezekből 3-szor voltam az első helyen. Most itt nem tudom, hogy mi történik.
megpróbálom a képeket megmutatni, hogy nem a levegőben beszélek. Ez az áprilisi filozen találkozón volt, márciusban első lettem, áprilisban második, ez most június 11-i rendezvénynek a felvétele, májusban nem volt rendezvényünk, ezért most júniusban hirdették ki az áprilisi helyezéseket is, illetve a májusit is, itt a Filzennek a két tulajdonosával vagyok lefényképezve, itt viszont első lettem a májusi eredmények alapján. És ez a kép, ez új minősült ezüst vezető Cibor Szilvia, ez azért fontos, mert május volt az első hónap, amikor már a csapatommal dolgoztam, májusban tudtuk elkezdeni együtt használni a blogot, és egyből megjött az eredménye. Azonnal hatalmasat ugrott a csoportforgalma. Ugye előtte csak az egyéni teljesítményen volt az, ami kimagasló volt, viszont hiába próbáltam megmutatni a partnereimnek, hogy mit, hogyan csináljanak, már magánál a blogírásnál nagyon sokan elakadtak, sőt, mi több, nem az, hogy nagyon sokan, legtöbben el sem jutottak oda. Páran elkezdtek blogot írni, már amennyi az idejükből kitellett, de hát általában azok az emberek, akik az interneten szeretnének dolgozni, azok nem éppen arról híresek, hogy tele vannak szabadidővel, és munka mellett naponta blogot szerkeszteni, úgyhogy hogy mellette tanulni, hogy az tetszetős legyen, hogy az eladjon, nem egy olyan egyszerű dolog, és hát erre találtam ki a közös blogot, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan tudnám átadni a partnereimnek azt, ahogy én dolgozok, azt, ahogy nekem jönnek ezek az eredmények. Ugye a blogot, amit én írtam, azt nem tudták megosztani, mert hozzám irányították volna a vásárlókat. És akkor jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen blogot, ez január elején volt, nagyon nehezen találtam rá kivitelezőt, mikor is több mint két és fél hónap után találtam meg Kalácska Norbertet, és ezúttal is köszönöm Norbinak a segítségét, hogy ezt megvalósította nekem, és május elején tudtuk elkezdeni először tesztelni, az első héten tulajdonképpen csak teszteltük, és a 7-e-8-a körül kezdtük el használni a blogot, és egyből jött az eredmény a májusi forgalomba. Úgyhogy én ezt egy nagyszerű dolognak tartom, és azért tartom fontosnak elmondani, hogy erről beszéljünk, mert azt az interneten, hogy rengetegen próbálkoznak, rengetegen vándorolnak egyik üzletből a másikba, hát ha a másikba könnyebben lehet pénzt keresni, viszont ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokat az eredményeket lehet elérni, és itt a csapatomnak az egyből kiugró teljesítménye azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó irány. Hogyha szeretnél többet tudni a blogról, nem láttad még a videót, hogy pontosan, hogy hogyan működik, hogy egy 10-12 perces videó, nem hosszú az egész. Itt a videó alatt, hogyha megadod a neved és e-mail címed, akkor azonnal kiküldjük neked azt a videót, amin azt bemutatjuk. Én mindenkinek azt javaslom, hogyha az interneten értékesíteni akar, akkor blogoljon, és napi rendszerességgel. Ezt javasolják a szakemberek is, és ezt tapasztalom én is, hogyha minden nap ott vagyunk, minden nap szem előtt vagyunk, megtaláljuk azokat az embereket, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, hasonló dolgok érdeklik őket. Nem kell mindenki partnernek. Azok pont jók, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, és ezt el lehet érni a bloggal, hogy azokat az embereket kiszűrjük, tulajdonképpen magukat szűrik ki ezek az emberek, akik szeretnének velünk dolgozni. Azt hiszem, csak ezt szerettem volna elmondani ebbe a filmbe. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szia!